Köszöntöm Önöket a vasárnapi mozaik adásában. Nemrég még azt hittem, hogy a dohányzás a legkárosabb szenvedély, egy olyan szokás, amely nagyon sok rosszat tesz az emberi szervezetnek. A dohányzás áldatlan hatásairól, illetve azokról a módszerekről, amelyek segítségével lemondhatunk erről a szokásról, beszéltünk korábbi adásokban, ezért most nem megyünk bele ebbe a témába. Akárhogyan is, tudatosítottuk, hogy egyáltalán nem tesz jót nekünk, így búcsút vettünk a cigarettától. Ezt a lépést követően az ember azt hinné, hogy most már minden rendben van, de nem. Nemrég megtudtam, hogy egy másik szokás, amit nap mint nap gyakorolunk, és amely teljesen normális, még a dohányzásnál is veszélyesebb. Hiszik vagy sem, ám a széken ülésről van szó. Azt, hogy a hosszú ideig tartó székenülés veszélyesebb, mint a dohányzás, nem mi mondjuk, hanem az Amerikai Egyesült Államok Kardiológiai Kollégium orvosai. Ha minden nap 6 órát töltünk a székben, az egyre közelebb visz minket a cukorbetegséghez, a rákhoz, vagy a súlyos szívbetegséghez, természetesen egyéb mellékhatásokat követően, mint a rossz periférikus keringés, elhízás és gerinc vagy hátfájdalmak egyeseknél, sajnos ezek jelentkezése idején nem tulajdonítunk nekik kellő figyelmet. De ne a munkát hibáztassuk, és térjünk ki a részletekre egy kicsit, mielőtt pánikba esnénk. Konkrétan mindig is azt hittük, hogy az irodában az a helyes pozíció, ha egy háttámasszal és kéztartóval rendelkező széken ülünk egy minél nagyobb asztalnál. Semmi sem helytelenebb, mondják az új kutatások. Ezen a területen az a legújabb trend, az az iroda, ahol lábon állnak. Gyakorlatilag a tudósok azt állítják, hogy az emberi test mozgásra készült, főleg járásra. Az utóbbi időben azonban a lakosság egyre inkább ülő életmódra váltott. A szakemberek azt mondják, hogy az emberek nagy része több mint felét tölti ülve annak az időnek, amikor ébren van. Ez a pozíció azonban nem való az embernek, és akármilyen kényelmesnek is tűnhet, számos problémához vezethet, amelyek között a rossz vérkeringéshez. Tulajdonképpen, ha sokáig ülünk egy székben, bár kényelmesnek tűnik, a vérkeringés megnehezítéséhez vezet, vastagbél problémákhoz, izomsorvadáshoz és ezzel együtt ülő életmódhoz. Amikor hosszú időn keresztül ülünk a széken, az nem csak a hátnak rossz, de a testtartás, a vérkeringés, az izmok, az idegek, a szemek és az agy is megszenvedi. Ez talán a legnagyobb egészségügyi problémánk, és senki nem beszél róla. Testünknek mozgásra van szüksége. Ha nem állunk fel az irodaasztaltól egész álló nap, esélyünk van arra, hogy előléptessenek, de ugyanakkor azt kockáztatjuk, hogy cukorbetegek leszünk, vagy szív- és érrendszeri bántalmak alakulnak ki. Ugyanakkor az ülő életmód akár korai halálhoz vezethet. Jegyezzük meg, hogy az ülés olyan enzimek termelését állítja le, amelyek a zsírszövetben, a szívben és a vázizomban találhatóak. Ez az enzim eszenciális a rossz koleszterinnek a jó koleszteriné való átváltoztatásában. Egy másik negatív aspektus az inzulinrezisztencia, vagyis a cukor rossz metabolizálása. Ez a szívbetegségek és a cukorbetegség fellépésében mutatkozik meg. Annak érdekében, hogy leküzdjük az irodai munka ezen hátrányát, a szakemberek azt javasolják, hogy gyalogoljunk minél többet. Az emberek mozgásban lévő entitások, az ülés betegsége pedig olyan csapda, amelyet nem sokan tudatosítanak. Függetlenül annak okától, amiért széken ülünk, sok ezer ember látogat el a kórházakba hátfájás miatt. Amit kevesen tudnak, hogy ezeknek a fájdalmaknak a nagy többségének köze van ahhoz a nyomáshoz, amelynek hátunk ki van téve azokon a napokon, amelyeket ülve töltünk. Mivel olyan munkánk van, amely ülést igényel, a mozgás gyakran elmarad a munkaprogram utáni órákban is. Elég sokat ülök egy helyben, mert sok kurzuson van az egyetemen. Tudom, hogy nem egészséges, de igyekszem sportolással kompenzálni. Nagyon szeretek biciklizni, de most már nincs biciklim, úgyhogy futok. Azt hiszem, ez jobbat is tesz a gerincoszlopnak. Komoly gondom van ebből a szempontból. A munkahelyem arra kötelez, hogy körülbelül 7 órát széken ülve töltsek. Nem jó, de nincs mit tennem. Hétvégén edzőterembe járok, hogy így pótoljam a mozgást. Szerencsére nincsenek ilyen gondjaim. Az orvosi egyetem diákja vagyok, és mi nagyon sok gyakorlaton veszünk részt. Nem hinném, hogy napi 2 óránál többet ülök egy helyben. Az ülés betegségének első tünetei a megszokás és a kényelmesség, amelyek meggátolnak abban, hogy egy kevés mozgást végezzünk a szabadidőnkben. Az üléshez kapcsolódó egyéb hatások magukba foglalják a csípő merevségét, pegyhűt hasizmokat, homályos gondolkodást, hát- és válfájdalmat, rugalmatlan gerincoszlopot, merev nyakat, rossz periférikus keringést, főleg a lábakban, elhízást, a mozgás hiánya miatt túlterhelt pajzsmirigyet és törékeny csontokat. Mit tehetünk? Sok akaratra van szükségünk, hogy ülő életmódunkat aktívá, mozgóvá, egészségünk számára kedvezővé változtassuk. Egyáltalán nem lehetetlen, ha szeretnénk megszabadulni a stressztől, józanul gondolkodni, ha szilárd és erős szervezetre vágyunk.
Vizsgáljuk meg mindegyik munkanapunkat, és rájövünk, hogyha szeretnénk mozgást végezni, rendelkezésünkre áll néhány egyszerű fizikai gyakorlat, amelyet akár a munkahelyen is elvégezhetünk. Megpróbálhatunk úgy telefonálni, hogy közben állunk és teszünk néhány lépést az irodában. Vagy az úgynevezett cigarettaszünetet használjuk arra, hogy kimegyünk a levegőre még akkor is, ha a nem dohányzók táborába tartozunk. Sőt, lemondhatunk az internetes vásárlásról, amelyet egyre gyakrabban végzünk, és egész egyszerűen fussunk el hétvégén az üzletekbe, a piacra, és vegyük meg, amire szükségünk van. Természetesen a lehetőségekhez mérten közlekedjünk autó nélkül, egész egyszerűen gyalog, sétálva. Sokkal aktívabbak leszünk, ha pedig megszokjuk, a mozgás éles stílusunk része lesz. Ami a munkanapot illeti, a szakemberek biztosan állítják, hogy 6 rövid 10 perces állás a munkaprogramon belül megkülönbözteti az ülő és az aktív életmódot folytató embert. Tudnunk kell azonban, hogy ahogy az ülés negatív hatást gyakorol ránk, a túlzott mozgás is ártalmas lehet. Kerüljük tehát az extrémitásokat és tartsunk egyensúlyt a mozgás és az ülés időpontjai között. Az úgynevezett ülésbetegsége tehát nagyon gyakori lett, ugyanúgy az ülő életmódnak köszönhető bántalmak is. Ezeket a kellemetlenségeket még több akarattal tudjuk elkerülni. Egy egész hétre jól megállapított tervvel, és meglátjuk, hogy rövid időn belül jobb teljesítménnyel és iriglésre méltó tónussal fogunk rendelkezni. Az lenne ideális, ha a munkanapot egy sétával zárnánk a szabadban. Sőt, ha lehetőség szerint le tudunk mondani a saját autónkról a tömegközlekedési eszközök javára, érezni fogjuk a különbséget. Ha már a munkahelyről beszélünk, az utóbbi években észrevehetők, hogy az irodában dolgozó emberek öltözködése az elegáns zónából egyre inkább a casual vagy akár a sportos felé fordult. A legtöbb ember úgy véli, hogy a lazább öltözet lehetővé teszi, hogy kényelmesebben érezze magát és szorgalmasabban dolgozzon. A tudósok tanulmányai viszont megcáfolták ezt, az elméletet, és kimutatták, hogy azok az elegáns öltözékek, amelyeket a munkahelyen viselünk, segítenek az agynak, hogy jobban működjön. Ettől a nézőponttól egészen addig, hogy tudjuk, hogyan öltözzünk megfelelően életünk bármely helyzetében, csak egyetlen egy lépés van. A kutatók megállapították, hogy a ruházat, amit nap mint nap viselünk, jelentős hatással van a kognitív folyamatok típusára. Ezáltal minél formálisabb a viselet, annál elvontabbá válik a kognitív folyamat, az emberek pedig könnyebben tudnak koncentrálni az összképre. Konkrétan a formális öltözet által az emberek erősebbnek érzik magukat, ez pedig képessé teszi őket arra, hogy hajlandóbbak elsajátítani az absztrakt gondolkodást felső szinten, ezáltal a klasszikus kosztüm nem hiába vált az erőjelképévé. Ugyanakkor van néhány alapelv, ami az általános és főként a ruházati magatartást érinti. Ezáltal az egyszerű, formális, konzervatív öltözet a munkahelyen úgy a férfiak, mint a nők számára a klasszikus és konvencionális stílus marad mindig a legmegfelelőbbként, ugyanezt javasolják az üzleti területen is, főként a pénzügyi banki tevékenységekben. A férfiak számára az egyszerű, klasszikus és konvencionális stílus a következőket feltételezi. Fehér ing, egyszerű nyakkendővel, egyszerű, nem kirívó színekkel, lehetnek csíkosak és egyszerű modellek, vagy vékony csíkos ing, egyszerű mintájú nyakkendővel. Egy gomsoros zakó, amely karcsúsító viseletet biztosít és kigombolható, vagy két gomsoros zakó, amely magas és nem túl megtermett személyekhez illik, ennek mindig begombolva kell maradnia. Hivatalos öltözet, könnyed hatást keltő, sötét színű vagy apró mintás mellényes öltöny. Az öltönyhöz hosszújú ing javasolt, rövidújú inget zakó nélkül viselhetünk, amikor nagyon meleg van és a munkaórákon kívül. A lábbeli lehetőség klasszikus, fűzős, jól karbantartott. A zokni sötét színű, fekete, tengerészkék, ha az öltöny egyszerű színű, barna vagy kaki színű öltönyhöz barna zoknit viselnek. A nyakkendőt az öltönyhöz és az inghez szükséges igazítani, a magas férfiak hosszú nyakkendőt viselnek, miközben egy alacsony férfi rövid nyakkendőt, csípőjének megfelelően. Ha folyamatosan viseljük, a csokornyakkendő az egyén jellemzőjévé válik. A férfi ékszerek mindig egyszerűek, diszkrétek, különc jellegtől mentesek, jó minőségűek. A nők számára a munkahely egyszerű és jó ízlésű öltözet a következőket jelenti. Kosztüm, klasszikus szabású, egyszerű szoknya vagy ruha, mivel egy nő akkor vonzó az irodában, ha öltözete megfelelő, puha, nőies blúzban van, szoknyában, különböző kombinációkban hordott pulóverekben, és amikor figyelmesen, diszkréten figyel külsejére. A lábbeli kiválasztása nagy gonddal történik. Jó minőségű cipő, amely illik a táskával, mindig tiszta, fényes, sarka nem túl magas és nagyon jó állapotban van. A munkahelyen az iskolában egyáltalán nem javasolt az excentrikus lábbeli. A harisnya lábszínű vagy fekete,
csipke, virágszegély vagy egyéb mintanélküli, hogy ne tűnjön fel, és ne vonja magára folyamatosan a figyelmet. A harisnyanadrágot gondosan szükséges a lábra húzni, hogy ne redőződjön. A viselt kiegészítők mindig diszkrétek, nem az a szerepük, hogy nyilvánvalóan a külsőre hívják fel a figyelmet. Szeretek kényelmesebben öltözni, mikor munkába megyek, például farmerba és egy pólóba vagy blúzba, és ami a lábbelit illeti, magas sarkú nélkül. Nem írnak elő számomra egyfajta viseletet a munkában, de én a könnyedebbet kedvelem, amiben jól érzem magam. Nem szeretem a szűk ruhákat, kényelmetlennek találom őket, ezért inkább valami kevésbé testhez állót viselek. Nem írnak elő számomra egy bizonyos viseletet, de én egy szoknyát és inget választok, mindenképpen valami elegánsabbat. A táskának mindig jó állapotba kell lennie, jól szervezetnek, hogy elkerülhető legyen a belsejében való kutatás, amely teljesen szakszerűtlen hatást kelt. A táskát nem helyezzük látótérbe, nem helyezzük látható helyre, nem hagyjuk az asztalon, az irodaasztalon vagy a széken, amikor elhagyjuk a helységet. A viselt ékszerek általában egyszerűek, csendesek, a zajkeltő ékszerek nem csak irritálóak, de elterelik a figyelmet. Semmilyen esetben sem keverhető az aranyékszer az ezüsttel. Lehetőleg egy különlegesebb gyűrűt viseljünk, vagy két darabból álló ékszert, egy gyöngy nyakláncot és fülbevalót, amely megfelelő viseletet biztosít az egyszerű üzleti keretnek. A smink ugyancsak diszkrét, a szemöldök mindig rendezett, gondozott. Az egyszerű megfelelő viselet gondozott, kellemes külsőt jelent, a rövid, figyelmes, tetőtől talpig tartó pillantás, mielőtt az irodába megyünk, főként a következőkre irányul. Hajviselet. A hajvonala lehet divatos, azonban túlzás nélküli. Ez jól rendezett, tiszta, fésült, mindig jól fésült hajat jelent. A szakál és bajusz mindig megfelelően gondozott és folyamatosan nyírt. Szemhéjpúder, műszempilla és aranypúder nem használatos az irodában. Az öltözet megfelelő és jól karbantartott. A kezek mindig tiszták, a kézkrém jól eldolgozott. A tiszta és manikűrözött körmök ugyanolyan fontosak a férfiak, mint a nők esetében. A nők által használt körömlak színe kellemes. Ha a lábbeli színe rendkívüli, a ruha színe hagyományos, nem kirívó, vagy egyrészes kosztüm ajánlott. A modern, kiváló minőségű, megfelelő sarokkal vagy sarok nélküli cipőt viselő nő azt bizonyítja, hogy munkájával foglalkozik, bárhová képes eljutni, ahol szükség van rá. Az első benyomás mindig az apró részletekben rejlik. Az általános és külön a ruházati szempontból tekintett fizikai külső egyik legfontosabb részlete az, hogy mielőtt megvennénk egy ruházati darabot, sorozatnyi kérdés szükséges feltenni magunknak, mind illik-e ez a szakmánkhoz vagy a munkahelyemhez. Tényleg jól áll? Illik hozzám ez a stílus? Szabása megfelelő a koromhoz és a külsőmhöz? Valóban divatos ruha, vagy csak egy szeszély? Megfelelő ehhez az évszakhoz? Általános szabályként lehetőség szerint el kell kerülni a szűk ruhákat. Az irodában nem alkalmi ruhákat szükséges felvenni, amelyek anyaga igényes, mint szatén, brokád, bársony, lamé, stb. Más gondolatmenet szerint azonban egyáltalán nem kellemes, ha elegáns viseletet hordunk olyan összejövetelen, ahol a meghívottak casual öltözetben vannak. Ezáltal úgy a munkahelyen, mint a munkaprogram után öltözetünknek üzenetet kell hordoznia, a körülöttünk lévő reakciója pedig csodálat kell, hogy legyen, nem csodálkozás vagy megdöbbenés. Este engedjünk szabad utat a képzeletnek. Itt az ideje annak, hogy hagyjuk a fantáziát szabadon szárnyalni. Viselhetünk merész színeket, kivételes ékszereket, bármit, ami eszünkbe jut és hozzásegít a hatásos belépőhöz. Az esti viselet esetében a férfiaknak más öltönyt kell viselnünk, mint napközben, akár smokingot is, a nők hosszú estéit vagy koktélruhát. De napjainkban megszeghető ez a szabály abban az esetben, ha a mulatság valamilyen tematikával rendelkezik. Ebben az esetben mindig nagy figyelmet kell fordítanunk a tematikára, hogy ne hibázzunk az öltözködésben. Ami a koktélruhát illeti, annyit kell tudnunk, hogy ez rövid ruhát feltételez, a hölgyek pedig szabadjára engedhetik képzeletüket. Választhatnak rövid, fantasztikus ruhát, magas sarkú cipőt, amely lélegzetelállító a többi meghívott számára, és extravagáns ékszereket. Egy nagy gyűrű tökéletes ilyen alkalomra. Végezetül megemlítjük a dressy casual vagy snare casual viseletet, amelyről tudnunk kell, hogy a nadrág nagyon jó választás, de nem a farmer nadrág. A blúz nagyon alkalmas erre az alkalomra, de nem a póló. Az ünnepi casual viselet tematikát feltételez, a business casual viseletbe pedig nem illenek a dekoltált blúzok. Szóval az üzleti területen nem fogunk mély kivágású blúzokat viselni, ezek azonban nem hiányozhatnak ruhatárunkból. A férfiak nem tudják, de amikor egy szép dekoltással rendelkező blúzt veszünk fel, az is tetszik, amit a tükörben látunk, de lelki állapotunk is más, nőiesebbnek érezzük magunkat. Ugyanezt történik, amikor szoknyát vagy ruhát viselünk nadrág helyett. Beismerjük vagy sem,
de a nőies ruháktól jobban érezzük magunkat, a dekoltázsok pedig csodásan illeszkednek egy romantikus öltözethez például. Igen, de vajon divat-e még a romantika? Honnan tudjuk, hogy a romantika valóban létezik még, vagy akár átváltozott, csak egy másik udvariassági formává? Maradjanak velünk a következő percekben, és megtudjuk együtt. Kihalásban lévő faj, így jellemzik manapság a nosztalgiázókat, a romantikusokat, az álmodozókat. Napjainkban létezik még romantika. Gyakorlatilag a romantikusok nem tűntek el egy éjszaka alatt. A romantika létezik, csak az új évezred követelményei szerint módosult. Történelmi szempontból a romantika egyrészt európai szinten gyakorolt hatást a 19. század első felében, másrészt az időszakra jellemző összes spirituális megnyilvánulásra, mindenekelőtt az irodalomra és a művészetre, a filozófiára, a politikára és az elméleti vitákra, a történelemtudományra és a mentalitásbeli attitűdökre. A romantika a társadalomnak és az egyének az új identitásának, a lét értelmének keresését jelenti. Gyakorlatilag a romantika új intenzitást adott az emberi megéléseknek, serkentette azok érzelmi oldalának érzékelését, ezáltal lehetővé tette az élet teljességének intenzívebb megértését. Ezáltal színesebben, élénkebben tekintünk az életre, az érzések és az érzelmi állapotok magasabb szintre kerültek. Az individualizmusra egyenesen rajongással tekintettek, de nem az egoista értelemben, hanem a nemes, altruista oldalán keresztül. A romantika ugyanakkor szélesebb horizontot nyitott a közösségek lelkének, a népek lényének, a kor megnevezése szerint a géniuszának megértésére. Most azt kérdezzük, hogy a romantikus meglepetések csak mesék, amelyekben már senki nem hisz. A romantikus vacsora váratlanul egy rövid telefonos üzenetté változott, amelyben közlik, hogy nem hívnak városi találkára, de tájékoztatnak arról, mik a tervek hétvégére. És ha valóban így van, ki a hibás? A férfiak, a nők vagy a média? Az igazság az, hogy a média eszközeinek nagy befolyása volt ilyen tekintetben. Ha figyelmesen nézzük a reklámokat, a legtöbbje azt mutatja, hogy kizárólag a nő próbálja meghódítani a férfit, és azt a lehető legromantikusabb módon teszi. A reklámspottok rövid mintaszerű elemzése után az eredmény megdöbbentő. Úgy tűnik, hogy a nők bármely eszköz által megpróbálják elcsábítani a férfit, parfümmel, és egyáltalán nem elég. Ugyanúgy szó van a samponról, a fogkrémről, amely ugye olyan csillogó fehérré teszi a fogakat, és olyan mosolyt biztosít, amely előre hódít, majd jön a mosópor, az öblítő, és már semmin sem csodálkozunk, mert ha már jön a meleg idő, a férfiakat hamarosan akár a szúnyogírtó segítségével is el lehet csábítani. Nevetségesek vagyunk. Amilyen klisészerű, olyannyira érezhető az a folyamat, amelyek ezek a reklámok alkotnak. Azok, akik egyáltalán nem győződtek meg a televízióban, újságokban és a mindenütt látható plakátokon lévő reklámok befolyásáról, figyeljék meg például napjaink szépségideálját. Minél soványabb nő, irigylésre méltó csípővel, sőt, tökéletes testtel. A többi nem számít. No, te legyünk komolyak. Tökéletes testről beszélünk, amelyet egy olyan társadalom kényszerít ránk, amely magára vállalta ezt a szépséget alond. Emlékezzünk a Rubenszi nőkre, akik formája több, mint gömbölyű. Nos, egy mai fiatal lánynak nem lenne mit keresnie a festővásznán. Az ok nem felelne meg a szépségideálnak. Az akkoriban szépnek tartott nő pont hogy telt, érzéki volt, amelyet kiemelt a külsejében, és amely pontosan azokat a formákat jelentette, amelyeket manapság a nők próbálnak elrejteni. Gyakorlatilag a mai szépség csak egy a társadalom által megszabott modell, ugyanúgy, ahogy a romantika mint trend, amelynek vége közel van, egy olyan társadalomnak köszönhetően jutott el ide, amely az évek során alakította a viselkedési szabályokat, az ideálokat és az értékeket. Ha ezelőtt nem volt szégyenletes, hogy egy férfi sírt, most szinte megengedhetetlen. Ugyanúgy, mint a romantika, amelyet el kell kerülni, el kell rejteni, hogy a férfi érzékeny oldala nehogy felszínre kerüljön. Következésképpen valóban egy irányzattal, egy divattal állunk szemben. És az összes számítás után előfordulhat, hogy 50 év múlva olyan jelenség nyomait tekintjük meg a múzeumokban, amely most kihaló félben van. Egy rózsát, egy doboz csokoládét, egy gyertyákkal és rózsaszirmokkal díszített asztalt, egy szerelmes levelet. Romantizmus exista. A romantika akkor van jelen, amikor érzelmeink vannak, és hitünk is, hogy romantikus gesztusokba, tettekbe öltöztessük őket. A romantika létezik, de sajnos napjainkban túl nagy hangsúlyt fektetünk az anyagi szempontokra, a gyorsaságra. Már nincs türelmünk felépíteni egy szép, nyitott kapcsolatot. Egyenesen a tárgyra térünk. Vigyázzat azokkal, akik romantikus gesztusokat tesznek vagy próbálnak tenni, őket gyengének minősíthetik. Atipikusnak, nem ebbe a világba valónak, pedig nagyon jó, ha érzelmeinket érzéki gesztusokba öltöztetjük. Ezek a másik fél szívéhez vezetnek.
Van remény arra, hogy a dolgok másképp álljanak? Természetesen vannak kivételek, de vajon nem pont a szabályt erősítik? Ha mégis vannak mellettünk ilyen csodálatra méltó példák, ügyeljünk rájuk jól. Nem szeretnénk ugye, hogy ők is a múzeumba kerüljenek? Mert romantikusnak lenni kihívás a realizmus világában, amely a vezető szerepért küzd már a 19. század óta minden területen, a művészettől az éles stílusig. Mi már nem abban az időszakban élünk, hogy a romantika mindennapi. Olyan szakaszban vagyunk, amelyben a romantika lehet a só és a bors, vagy lehet egy nehezen vállalható attitűdök megnyilvánulása, természetesen akkor, ha nem kerül teljes feledésre. Sőt, még ha létezik is, a romantikának új arca van, amely eléggé különbözik a régi idők romantikájának arcától. Az a technológia alapú világ, amelyben élünk, az a sebesség, amelyel az események és az emberi személyiségek változnak, arra kényszerít, hogy a pragmatikusabb kapcsolatokhoz és a romantika atipikus formáihoz forduljunk. Üzenetekben vagy Facebookon posztokban mondjuk el, hogy szeretlek, megosztó programokon keresztül küldünk dalokat, röviden és gyorsan közöljük, hogy hiányzol a WhatsApp, Viber által vagy SMS-ben. Már nem veszünk virágot, virágot ábrázoló képet posztolunk a Facebook oldalra, ezzel az alkalommal nyilvános eseményt csinálunk a szerelemből. Ha nem sietünk haza azonnal munka után, hogy pihenjünk, olyan találkozókra megyünk, amelyekben semmi rendkívüli nincs. Vacsorával vagy egy pohár borral egybekötött találkozások, amelyek csak fizikailag hoznak közelebb, olyan részletek nélkül, amelyek megkülönböztetőek lennének. Sokszor olyan érzésünk van, hogy szégyen romantikusnak lenni, azonnal baleknak tartanak. Szeretnéd, ha azt gondolnád, hogy te vagy az a hülye, aki mindent megtesz érte? Ezt a kérdést sokszor halljuk. Vagy szirupossággal, vagy túlzott patetikussággal gyanúsítanak, vagy nem tartanak versenyképesnek. Már nem divat, lejárt az ideje. Az emberek már tényleg nem képesek örvendeni a szerelmes levelek illatának. Mégis a régi idők romantikája ott maradt valahol mindegyikünk lelki kofferében. Próbáljuk meg néha elővenni a naftalimból, és meglátjuk, hogy nem vagyunk kínosak, sem meghaladottak, sem kevésbé intelligensek. A nőknek pedig tetszik, bármilyen függetlenek és bármennyire egyenrangúnak érzik magukat a férfiakkal szemben. Ezáltal mi leszünk azok, akik különlegesnek fogjuk érezni magunkat, mint egy műsorvezető, aki saját, újszerű előadását figyeli. Mert semmi sem tehető egyenlővé a lelki megéléssel, amikor valóban van bátorságunk megélni a romantika szépségét. Be kell ismernünk, hogy ebben a féleszű világban nagy érték romantikusnak lenni, főleg, hogy a romantika nem feltételez mást, mint kifejezni a szép belső megéléseket. Egy gesztus, egy pillantás, egy szó, rangok és nagyság nélkül, ellenben annyi gyermekkori játékosságot foglal magába, mert milyen szép is volt, amikor gyermekek voltunk. És milyen jó, hogy belsőleg bármikor újból gyermekek tudunk lenni, annak összes jellemzőjével. Annál is inkább, mivel holnap, június 1-e van, a Nemzetközi Gyermeknap. Egy nap, amely saját gyermekkorunkra emlékeztet, és talán saját gyermekeink vagy a minket körülvevő gyermekek szemei által újra átéljük. Ez nem csupán egy különleges nap, hanem egy egészséges hozzáállás mindenki számára. Ezért becsüljük meg a gyermekkort, ahogyan kell. A gyermeknap, melyet a gyermekek világnapjának is neveznek, tökéletes alkalom arra, hogy megünnepeljük a gyermekkort, hogy védelmet nyújtsunk gyermekeinknek, hogy megihlessük a közösséget és a családunkat, hogy kimutassuk gyermekeinknek megbecsülésünket és szeretetünket, hogy egészséges, boldog és sikerekkel teli életet készítsünk elő számukra. Június 1-e a gyermekek világnapja 1925-ben került megünneplésre először a történelem során, ebben az évben Genfben gyermekjóléti világkonferencia megrendezésére került sor, amelyen különböző országok 54 képviselője fogadta el a gyermekvédelmi nyilatkozatot. Ezt a konferenciát követően számos kormány vezette be a gyermeknapot. Törökországban például a gyermeknapot először 1920. április 23-án ünnepelték. 1954-ben az Egyesült Nemzetek Gyermek Alapja, az UNICEF javaslatot bocsátott ki, amely előírja, hogy minden állam jelöljön ki egy úgynevezett egyetemes gyermeknapot, Universal Children's Day-t. Romániában az Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság 2005. január 1-én alapította meg a gyermeknapot. A gyermeknapot, a kisgyermekek ünnepnapját általában mulatozással, a speciálisan gyermekek számára rendezett eseményekkel, családi szabadtéri ünnepségekkel és a kisgyermekeknek szóló tévéműsorokkal ünneplik. Gyermeknapon szeretnék az ünnepeltekkel játszani. Nem tudom, hol tartják, de jó lenne, ha a parkban lenne, hogy mindenféle játékokat játszhassunk, bújócskát, fogócskát és más játékokat.
Szeretnék vásárolni magamnak valamit, például legókat. A napomat szeretném a nagyszüleimnél tölteni. Ott vannak gyerekek, akikkel szépen játszhatunk. Gyermeknapon szeretnék venni magamnak valamit, játékpóni lovakat. A barátnőimmel szeretnék játszani. A gyermeknapot a gyermekek által mondott versek, gyermekeknek készült tévéműsorok, gyermekeknek szóló és gyermekeket bevonó ünnepségek övezik. Június 1-e az a nap, amelyen minden gyermek jól érzi magát, ajándékot kap és együtt szórakozik. Június 1-e minden gyermek együttes és egyéni ünnepe, amely során alkalom nyílik arra, hogy gondolatainkat a Föld összes gyermeke felé fordítsuk, a tisztaság és ártatlanság felé. Gyermeknek lenni jó, és fontos, hogy szívünkben és lelkünkben minden korban megőrizzük a gyermekkor tisztaságát. Éljen a gyermekkor! Az üzenet úgy a gyermekes, mint a gyermektelen emberek számára az, hogy a gyermek a szegény ember gazdagsága. És egy tanács. Őrizzék meg lelkükben a gyermeket, így sosem lesz túl késő, hogy boldog gyermekkorban legyen részük. És még egy tanács. Ne felejtsék el a fogócskázást, a bújócskázást, az ugróiskolázást, a lehorzsolt érdeket és a játék során összekoszolódott ruhákat. Ne felejtsék el önmagukat. Ezúttal köszöntjük az összes gyermeket, és azt kívánjuk, hogy boldog, örömteli és eseményebben gazdag jövőben legyen részük. A gyermekek köszöntése mellett gyermeknapon Isten éltessen minden felnőttet és mindenkit, aki még gyermeknek érzi magát. Ezekkel a gondolatokkal mára búcsúzunk Önöktől. Köszönjük figyelmüket, további szép estét és egy csodálatos hetet. Viszontlátásra!